50 szakirányú képzésben résztvevő egyetemi hallgató töltheti kötelező szakmai gyakorlatát a Heves megyei kormányhivatalban. Erről kötött megállapodást az Egyetem Sporttudományi Intézete és a Népegészségügyi Főosztály. Az egészségfejlesztés témájú specifikus gyakorlatokhoz szükséges tapasztalatokat a hallgatók így korszerű eszközökkel felszerelt munkahelyen tereptanárok irányításával végezhetik el. A Dobó István Vármúzeummal közösen kedvezményes árú jegyrendszer dolgozott ki az egyetem. Ennek köszönhetően a városba látogató 26 év alatti fiatalok, a gyermekcsoportok és a pedagógus kísérők az eddiginél olcsóbban tekinthetik meg az egri várat, valamint a varázstornyot a líceumban. Május 7-e és 11-e között rendezik meg a Nemzetközi Hét program sorozatot, ahol az egyetem több külföldi partnerintézménye is képviselteti magát. Az idei rendezvény témája a prezentálás. A résztvevők megtudhatják majd, hogyan növeljék önbizalmukat, vagy miként állítsák össze előadásaikat. A hét eseményeit kulturális programok is színesítik, az énekzene tanszék komoly zenei koncerttel, a hazai és külföldi hallgatók közös esti előadásokkal készülnek. Öt kategóriában versenyezhetnek a diákfilmek a 4. Slow Film Fesztiválon. Május 9-e és 11-e között a nemzetközi eseményen többek között kisjáték és dokumentumfilmek, animációs alkotások és egypercesek szerepelnek majd. A vetítéseket a felújított Uránia moziban tartják, emellett délelőttönként zenei és dramaturgiai műhelyek, esténként koncertek várják az érteklődőket.